A 37-es számú főút 31-es kilométerénél megrendítő képek fogadták stábunkat, hiszen egy felismerhetetlenségig összeroncsolódott piros Opel, a tetejére borulva, a kamion pedig egy fának ütközve, szintén a vízzel vezető árokban állt meg. Az út szélén csomagok, táskák hevertek, az úton pedig végig az autó darabjai teljesen szétszóródva. Egy bolgár felségjelzésű kamion szabályosan haladt Szerencs felől a 37-es számú főúton, amikor a Sárospatak irányából érkező lengyel rendszámú Opel típusú személygépjármű sofőrje eddig ismeretlen okokból áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütköztek. A kárbejelentés után a szerencsi hivatásos tűzoltóság lánglovagjai néhány percen belül a helyszínre érkeztek, ahol azonnal megkezdték a sérültek kiszabadítását az autóból. Egy kamion és egy személygépkocsi karambolozott a 37-es számú főút 31-es kilométer szelvényénél ma reggel. Az ütközés következtében mindkét jármű az árokba sodródott, a személygépkocsi a tetejére borult, a kamion üzemanyag tartálya pedig kigyulladt. A szerencsi hivatásos tűzoltók a tüzet eloltották, áramtalanítást végeztek, és feszítővágó berendezések segítségével három ember kiszabadítottak a személygépkocsiból. Az ütközés következtében a személyautó sofőrje azonnal életét vesztette, feleségét sikerült a mentőknek újraéleszteni, azonban 3 hónapos gyermeküket a gyermekmentő orvosai többszöri próbálkozás után sem tudták megmenteni. Ma reggel 8 óra előtt Szerencs közelében a 37-es számú főúton közlekedett egy bosnyák felségjelzésű kamion, illetve a vele szemközti sávban pedig egy lengyel felségjelzésű személyautó. Eddig tisztázatlanokból kifolyólag az eddigi adataink szerint a személygépjármű áttért a szemközti forgalmi sávba, és ekkor ütközött össze a kamionnal. Az ütközés nagyon súlyos volt, és súlyos volt a végkimenetele is, hiszen az autóban egy 30-as házas pár utazott a gyermekükkel, kicsiny gyermekükkel, és hát bizony az apuka és a kisgyermek a helyszínen elhunyt, a mentőszolgálat munkatársai pedig az anyukát kórházba szállították. Az Opelben utazó nőt mentőhelikopterrel életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. A kamionos nem szenvedett sérülést. Az eset körülményeit a szerencsi rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztálya vizsgálja. A szakaszon teljes útzár volt érvényben körülbelül 14 óráig. A rendőrök arra kérik a sofőröket, hogy kellő figyelemmel, megengedett sebességgel közlekedjenek, és álljanak meg pihenni, ha úgy érzik, elfáradtak az útjuk során.